Több mint 2300 jelzés érkezett a megyei agrárkamarához az áprilisi fagykár miatt. Legnagyobb mértékben a Nagykálói és a Nyírbátori járásban fagytak le a gyümölcsfák. A bejelentést követően idén már nem, csak jövőre juthatnak pénzükhöz az érintett gazdák. Szabolcs megye középső részén Újfehértú határától Mátészalkáig jelentős károkat okozott a tavaszi fagy a gyümölcsös kertekben. Akár 90%-os is lehet a terméskiesés Nagykálló, Balkány, Nyírbátor környékén. Az április végi fagyok a megyét is mozaikszerűen érintették, a beregi térséget megkímélte a hideg időjárás. Készült egy országos összesítés arról, hogy melyek azok a települések, ahol gyakran van fagykár. A rangsor elején 73 településsel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye áll, második Vas 53, harmadik pedig Bács-Kiskun megye 39 településsel. Attól, hogy bejelentették a fagykárt a gazdák, még nem jutnak automatikusan pénzhez. Nagyon fontos két dátumra szeretném felhívni a fagykárt szenvedett termelők figyelmét. Az egyik, hogy szeptember 15, tehát 2016. szeptember 15-ig a hozzájárulásukat be kell fizetniük az alapba, és ami nagyon lényeges, hogy november 30-áig, 2016. november 30-áig az MVH-hoz a kifizetési kérelmi igényüket is be kell nyújtaniuk. Mind a két dátum jogvesztő hatályú, sajnos tavaly több termelő kicsúszott a bejelentési kötelezettségből. A megyében vannak olyan termőterületek, amelyeken szinte minden évben van fagykár. Az Agrárkamara azt tanácsolja, azokon a területeken nem érdemes az ültetvényeket bővíteni. A valódi veszteség az idei fagykár után, hogy hazai alma szinte nem lesz idén a piacon. A magyar almát alacsonyáron értékesítik a gazdák, a fogyasztóknak akár 20-25%-kal is többe kerülhet a gyümölcs. A stúdióban köszöntöm Rácz Imre urat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei agrárkamara elnökét. Jó estét kívánok! Köszöntöm a nézőket! Ilyen módon még a tavaszi fagykárok után nem beszélgettünk, mint most, tehát meg tudjuk azt már kérdezni és látni is lehet, hogy milyen területeken és mennyi gazdálkodót, mennyi termelőt érintett az idei fagykár, és látjuk azt is, hogy milyen kártalanításra számíthatnak, milyen feltételek mellett. Kezdjük talán az első részével. Igen, a felvezetőben is elhangzott, hogy több mint 2300 fő jelentett be fagykárt, ez körülbelül 700, vagy pontosabban 7614 helyrajzi számot jelent, illetve ingatlant, és ez körülbelül 15600 hektár. 28000 hektár ültetvény van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, ebbe benne természetesen dió, meccseresznye, alma, baraszk, minden. Látszik ezekből az adatokból is, hogy több mint az 50%-án következett be valamilyen mértékű fagy. A felvezetőben is elhangzott, hogy két járásban nagyobb mértékben, a többiekben kicsikben, de már azt a jóslást előre sugallja, hogy körülbelül úgy átlagban a Szabolcs megyére elmondható, hogy körülbelül 30%-os kár érte vegyesen ezeket a gyümölcsöket, a megy, cseresznye, baraszk, az alma ebben elől jár, és a többi növényeket, amelyek később virágoznak, azokat kevesebb mértékben, vagy most már hozzájön-e a folyamatosan jelentik be a múlt héten bekövetkezett jégveréseket is, mert sajnos ahol nem fagyott le, ott meg a múlt héten jég következett sok helyen, ahol eddig úgy gondoltuk, hogy megmaradtak, hál' Istennek a fagy elő, most a jég okozott károkat. Amit mondott, ez a 30%, ez összességében igaz tehát ezekre a gyümölcsös kertekre, de van-e olyan gazdálkodó, akinél nagyon nagy mértékű, vagy jelentős akár, vagy tönkrement teljesen az idei termés, mert ugye összességében látjuk, hogy a megye milyen kárt szenvedett, vagy a megyei gyümölcsösök, de hogyha a gazdálkodókat nézzük egyénenként, akkor mi mondható el? Igen, ez Nagykállói járásban, és ahogy elhangzott itt a nyírbátori járásokban ért gazdálkodót, akár 100%-os fagykár is, mert olyan pontokon vannak az ő ingatlanjai, ahol 6,5 fokot mértek, és huzamosabb ideig volt a 5-6 fok mínusz, ezekben a kertekben sajnos 100%-os károk is következhettek be. A károkat be kellett jelenteni két héten belül, tehát ezen már rég túl vannak, összesítették is, és hát a kifizetésekről csak a következő évben lehet szó. Miért ilyen hosszú, vagy miért telik el ilyen hosszú idő? Hát
ez azért van ez a hosszú átfutás, ugyanis most egy gazdálkodónak van önrésze is ebből a kárból. Most jelentette be minden gazdálkodó a területalapú igényét, ezután a területalapú igény után állapítja meg az MVH, hogy mennyi fizetendő összeg személyenként, amit be kell fizetni szeptember 15-ig, abban a bizonyos közös kárenyítési alapban, ez szántonként, hektáronként 1000 forint, gyümölcsösnél 3000 forint, amiből majd részesülni fognak ugye a gazdák öngondoskodás követve, és körülbelül a 10%-ot a hozamkiesésnek a gazdának viselni kell. Most, ha egy vegyes gazdálkodást folytat az, aki most kárt szenvedett mondjuk gyümölcsösből, a kukoricája, napraforgója, vagy esetleg más növényei akár jó sikerül és jó áron tudja értékesíteni, akkor egy hozamkiesés számítással akár az is előfordulhat, hogy egy 100%-os fagykárt szenvedett 2 hektáros gyümölcsös nem részesülhet vagy kárenyítésben, ugyanis a hozam kiesése nem haladja meg ezt a bizonyos 10%-ot. Tehát akkor itt még bonyolult kalkulációk bonyolult előtt állnak, ezt lehet mondani. Előtt áll az is, akinek mondjuk 2 hektár meggyese 100%-ban lefagyott, arról még bebizonyosodhat, hogy nem részesül kárenyítésben, mert olyan jól hoznak a társnövények, hogy ebbe a bizonyos százalékba. Igen, érdemes lehet-e a gazdálkodóknak biztosítást kötniük? Hamarabb juthatnak-e egyébként akkor a pénzükhöz, vagy kárpótláshoz, hogyha mondjuk biztosítással rendelkeznének ezekre a területekre, ezekre a gyümölcsösökre? Igen, sokan is élnek ezzel a lehetőséggel, ugyanis ott is egy 65%-os támogatást visszakap az, aki itt mondjuk abban a bizonyos évben, amikor kötött biztosítást, nem következik be kár, ha pedig bekövetkezik, nyilván akkor annak a többszörösét kapja vissza, mint amit befizet. Úgyhogy a üzletalapú biztosítással is úgy mondjam, hogy jó jár a gazdálkodó, és az még fel is jogosítja arra, akinek van üzletalapú biztosítása, hogy ebből a bizonyos kötelező kárhenyítésből a 100%-ot fogja visszakapni, akinek ez az üzletalapú biztosítása nincs, csak a kötelező kárenyítése, az csak 50%-ra jogosult abba a bizonyos hozamkieséses számításoknál. Akkor ezért terelik a biztosítások felé a gazdálkodókat mindinkább. Nézzük meg csak nagyon röviden, hogy milyen vetülete lesz ennek az idei fagykárnak, tavaszi fagykárnak, illetve a jégesőnek is a gyümölcspiacon, akár megyei szinten, akár országos szinten. Én úgy gondolom, még talán egy gondolatra térjünk vissza, hogy milyen igénnyel élhetnek azok, akik esetleg kárt szenvedtek, azoknak a településeken egy bizonyos településlista jelent meg, és akiket érintett ilyen súlyos fagykár, azok szerepelnek ebbe a listába, és ezek egy kamatmentes hitelt vernek fel egy évre, ahol a közjegyzői díjtól, a kamattámogatástól, szóval a gazdálkodónak 10 fillért se kell fizetni semmiért, ez hektáronként a károsultak 500 ezer forintot vernek fel. Egy év múlva felülvizsgálják ezt, megkérdezik a gazdálkodót, hogy tovább akarja fenntartani ezt a hitelét, és akkor egy év múlva lép át egy nagyon kedvezményes 1,8-es kamatozású hitellé. Na, ez egy újfajta pénzügyi segítség lehet, tehát nyilván ezt eldönti a gazdálkodó, hogy kell-e neki, avagy sem. Tehát akkor nézzük meg azt, hogy milyen hatása lesz a piacon. Én úgy gondolom, hogy már jelentkeznek azok a hatások, hogy főleg a megyébét sok meccseresznye terem, és ha visszagondolunk, hogy tavaly ár az 55 forint, 55-60 forint volt beharangozva, most én úgy gondolom, hogy egy 200 forintos körüli ár lesz a megypiacon, ami a gazdáknak és a feldolgozóknak is egy elfogadható ár lenne. Én inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy a termelők azért ne próbálkozzanak meg azzal, hogy a kereslet kínálkozik, és akkor elragadunk, egy olyan irányba mozdulunk el, amit már nincs felvevő piac, és nem tudnak megfizetni, mert akkor esetleg előfordulhat az is, hogy a kevesebbel is rosszul járunk, mert majd nem tudjuk elértékesíteni. Én úgy gondolom, hogyha a termelő így már megtanálja benne a számítását, akkor nem kellene továbbfokozni az árakat felfelé, mert
elérhessük azt is, hogy a megfizetetetlené válik. Tehát nem kell várni, hanem értékesíteni kell, hogyha megfelelő a kalkuláció számára. De erre a témára még vissza fogunk térni, szerintem, amikor aktuális lesz. Köszönjük szépen, elnök úr, hogy eljött hozzá. Köszönjük szépen a lehetőséget.